estét, elvtársok! Egyszerre a szentség! Szépen ki vannak képezve, azt már látom. Jaj. Nem elég a hozzá, hogy voltam tudja katona, nem úgy, mint a többiek, a sasis, hát. Ilyen rossz szöveggel kezdi azt mondja, amikor én bevonultam, ne etessé már, legalább engem ne. A néphadsereg művész együttesénél volt. Katona, ugyan már. Balett pipi. Katona. Én voltam. Sajnos. Pedig azt mondják, hogy használt nekem. Nem jó az embernek minden használ. Szóval nem is köszöntem még meg a meghívást, hogy mondták, hogy jöjjek-e. Sas behívót kaptam. Sas mondta, hogy jöjjek én is, mert ő is jön. Hát így aztán megbeszéltük. Tényleg, szóval azért szívesen jöttem, mert ugye egy az, hogy fegyveres erők napja ugye alkalmából, hát valahogy össze kell még a régi kapcsolatot verni valahogy, meg aztán nem állt az egyenruhásokkal jobba lenni. Kiöltöztem szépen, mert igaz a rádióban nem látik a jelmezem, de azért hallani hallatszik. A sisakomat leveszem, mert marha nehéz, már egyszer biztos. Tudom, most már sok emberem mély van sisak. Könnyebben tud bólogatni. Ja, leveszem meg, aztán megmondom úgy, ahogy van, hogy azért van nálam a sisak, mert nem ide készültem. Megyünk halászlét főzni, aztán... Különben visszarakom a sisakot mégis, mert hát valamelyik kritikus hallgatja a műsor. Annyi veszély van az életben. Na, szóval... Jelmez. Talán emlékeznek rá, tavaly szilveszter, akkor a rádióban volt egy jelenet, úgy kezdődött, hogy bejöttem rabruhában. Hát megmondom őszintén, ezt a katonaruhát könnyebben megkaptam, mint a rabruhát. Nem tudom, próbálták én. Marha nehéz rabruhát szerezni. Hát, bent lakásra adnak? Hát... Csak úgy hazavinni, ugye? Kollégiumra adnak, csak hát ez a... Spacírolni nem lehet benne. Egy civil ismerősöm elintézte, hogy megkapom a rabruhát. Azt mondta az illetékes bent a Markóban, hogy rendben van, de én menjek be érte személyesen. Hát mondom, a balhé kedvéért, gyerünk, hát csináljuk meg. Na nem tudom, jártak én már a Markó fele. Verőfényes napsütésben, 11 órakor délelőtt, valamilyen, mit tudom, ilyen Ignác utcában. Ah! Megmondom őszintén, maga is ismerős volt. Na mindegy, már letelt. Hát na. Na, szóval, mondom, Nagy Ignác utcába, te kérem, ott kell bemenni a Markóba, egy irányú utca. Odaérek a Vaskapuhoz. Ilyen csengő van oldalt, épp be akarok csengetni, még nem értem a csengőt, ha ki mer hozzáérni a hirtelen, csak úgy módjával. Abban a pillanatban azt mondja a kapu, hogy már magától nyílott ki, mondom, aha, Isten szeme mindent lát. Na most képzeljenek egy akkora bazi vaskapu, és rozsda a környéken nem volt. Hát mi maga merne beleharapni? A rozsda is csak ember. A vak rozsda. Na elég a hozzá, hogy megyek be szépen, csak küszöbb helyén van egy ilyen kis beton, ilyen kis csúszda, hogyha valaki ne talán megbotlana, kifele nem eshet. Így mindjárt bent van. Na, belép.
Ilyenkor kéne azt mondani, hogy dolgozó népet szolgálom, nem amikor ilyen... De én szerintem ezt most már új formában kellene mondani. Tudják, hogy? Dolgozgató népet szolgálgató! Megyek, bemondom a kapun, ott volt egy ilyen hústoron szolgálatban. Nem tudom miért, megismert. Mosolygott rám. Azt hittem már átvett. Már mindegy, miért ábrándítsam ki? Aztán kezdtük ott beszélgetni minden. Na végre fölmertem a ruhát átvenni, de azt mondta, előtte próbáljam meg. Na most hát minek egy rabruhát fölpróbálni? Hát egy méret van. Világos. Nagy emberem feszül, picit adja tetejét. Mindegy, fölpróbáltam, el van intézve. Utána becsomagolták. Képzeljék el, barna csomagoló papírba, spagival átkötve. Hát nem tudom, önök közül szabadult-e már valaki? Na hát egy ilyen kis tuccal... kilépni a szabad levegőre, képzelje! Az utca meg tele emberekkel! Mondom, inkább maradjak benne, csak ne ezt a szégyent! Na mindegy, benne volt a áranapi hideg élelem, bableves kihűlve, de most gondolják-e, kilépek, az illető ott kezet fogott velem, visz, lát minden, nem mondom, de túl vagyunk, gyerünk, húztam a fal mellett a csíkot, elmehettem körülbelül egy olyan 50-60 méterre, járókelők forgolódtak, mint a szélrózsa. Azt mondta egyik azt, hogy úgy, ahogy igaz volt. És erre ugye... mit lehet mondani? Akkor jöttem ki. Előtte mentem be, azt már nem tudja, mert... de akkor nem volt még ott, mert lassú. Na, elég a hozzá. Szóval mondom, elmentem egy olyan 60 métert körülbelül, aki kiengedett poszt, hangosan az utcán utánam kiáltott, hogy Öfi Eftár! Mi van még hátra? Mit kell még csinálni? Megfordultam az utca is. Azt mondja az illető humorosan. Aztán máskor rendesebben viselkedjen. Mennyibe került a rabruha? Hát igaz, ennek a ruhának az árát még nem tudom, mert még nem mentem haza, úgyhogy... hát, ha megfektetnek itt a kivegyeket. Na, előveszem a zsebemből a papírt, mert rádióban úgy szokás, hogy papírba néznek bele, aztán úgy mondják fejből. Én összeítem, amiket nem mondhatok el. Egyiket már elmondtam, mindegy. Ujjaj. Szóval, na hát akkor még egy-két, amit... ja, képzeljék-e. Fiatal katona voltam, és ugye kedveskedtek, kultúrműsor volt. Operett énekesnőt hívtak le. Na szóval, aztán képzeljék el, ott ül valahány száz, igaz, nem mondom meg, hogy hányan voltunk, mert akkor titkot árulok el. Szóval sokan voltunk. Jó, legalább ezren. Na, elég a hozzá. Jó. Na, persze nem volt mindenkiben, mert volt, aki ugye hazament eltávozásra, meg minden az a 20-30, de aztán többi már. De... jó. Kíváncsi vagyok, ezt a kabaréműsort az ellenség hallgatja-e? Jó. Azért csak elmondtam nekik. Elhárító tiszt nincs itt. Ez a legjobban ő nevet, mi? Na, szóval, képzeljék el, hogy beültünk az ebédlőbe, ami kultúrterem volt, szagáról vettük észre. Hát épp úgy néztem, a mama, hát nem is katonaság. Hát gondolják el, pizsama. Pizsama van, meg melegítő.
Hát mi volt a melegítő nálunk? Tudás! Most melegít, meg tányér, meg kanál, meg felszolgáló, ja. Én megettem a csajkámból, ha nem öntöttem ki. Nem azért, mert rossz volt, ne futottam. Hát, ügyetlen voltam már akkor is. Szóval elég a hozzá kultúrműsor. Kidod operett énekes nő, szépen, mélyen kín volt a gimnasztorkája. Aztán képzel a katonát, 2 hét karantén után, ott jön vele szembe. T-34-es. Kezdi az illető, hogy azt mondja egyik mellettem ülő katona, így magából kikelve, azt mondja, ő, de megfogdosnám. A művésznő nem sértődött meg, azon a korom már túl volt, énekelt volna tovább, igen ám, de azt mondta erre a törzselvtárs, a művésznőnek, hogy no, te, aj! Az megrémült, mint a villám vágott volna vele. Igen, mert nem volt katona, onnan tudná, hogy mi a szokás ilyenkor. Na, azt mondja a törzs felénk fordulva. Na, emberek, ki akarja megfogdosni a művésznőt? Senki nem jelentkezett, ugye? Mégiscsak magánügy. Törzs nem tágított. Újból kérdezem. Ki akarja másodszor megfogdosni a művészt? Hát akkor majd kezdtünk gyülekezni. De ugye hát, aki először kitalálta, azért volt az elsőség. Nem mert még szólni, ugye még a szülei még nem tudták, és hát, ha ellenzik, meg gazdag család volt, a kettő együtt. Na mindegy, ez azt mondja a törzs, na akkor adok gondolkodási időt. Feküdj föl, feküdj föl, feküdj föl, feküdj föl! Rájöttünk, azt mondja az illető fiú, aki mondta, hogy jelentem én. Úgy! Szóval maga fogná meg a művésznő. Hát megfogná ám maga a jó édes nénikéjét, nem a művésznő. Művésznő, lehet tovább tanulni. Háá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